Köszöntöm a keddi adás nézőit, jó napot kívánok! Mai műsorunkban Matthias Deutsch brassói képzőművész kiállításáról láthatnak egy riportot, majd Cinema rovatban Reisz Gábor rendezővel egy beszélgetést. Idén is voltunk hidegségben a Puliszka Fesztiválon, erről is beszámolunk. Matthias Deutsch avantgárd és konstruktív realizmus címmel nyílt képzőművészeti kiállítás Bukarestben a Fundación Noa, Residenza Berede, a Scena Noa folyóirat és a Balassi Intézet szervezésében. A projekt célja a nemzetközileg jól ismert, az erdélyi avantgárdot aktívan képviselő brassói képzőművész Matthias Deutsch János jelentőségének elismerése. Matthias Deutsch János, festő, grafikus, szobrász 1884. augusztus 13-án született Brassóban. 1901-től egy éven át a budapesti iparrajziskolában tanult. Rá egy évre felvételt nyert a Müncheni Képzőművészeti Akadémiára, ahol 4 évig volt tanítvány. 2 év párizsi tanulmányút után visszakerült Brassóba, ahol az ipariskolában tanított kisplasztikát és stílustörténetet. Matthias Deutsch János az avantgárd művészetek, az expresszionizmus, konstruktivizmus és az absztrakt művészet nagymestere volt. 1918-tól a berlini Abstrakte Gruppe der Sturm csoport egyik tagja lett, majd kapcsolatba lépett a weimari Bauhaus körrel. Nem sokkal később a bukaresti Contemporánul avantgárd folyóirat egyik alkotói munkatársaként is működött. Dolgozott a nagybányai művésztelepen, majd a brassói képzőművész csoport vezetője lett. Matthias Deutsch munkásságát Miklós Szilárd képzőművész kutatta, ez szolgált a bukaresti kiállítás alapjául is. Matisztolcsal a Szentgyörgyi Múzeumnak a kiállító termékben találkoztam még középiskolás koromban, és nagyon erősen hatottak rám, tehát tényleg örventem, hogy van a közvetlen földrajzi régiónban egy olyan művész, akire fel tudok tekinteni, és aki tényleg modern művészetnek egy óriása, és ez úgy valahogy egy kicsit úgy másképp éreztem magam a saját otthonomban ettől. Aztán az, hogy a késői korszak teljesen véletlenül került a figyelmembe, és hogy aztán, hogy elkezdtem a kutatást, abból kinőtte magát ez a kiállítás, meg az a könyv, amin dolgozunk, az egy másik dolog. De Matthias Deutsch még akkor is, hogyha az európai avantgárdhoz tartozott, vagy hogy ahhoz kapcsolódik mindig, az egész alkotó életét gyakorlatilag, miután elvégezte a tanulmányait Münchenben, Budapesten, Párizsban, Berlinben, Brassóban tölti, tehát ő fiatalon hazaköltözik, és onnan dolgozik, onnan küldi el a munkáit Chicagóba, Berlinbe, Bukarestbe, Budapestre. Aztán sajnos a háború ugye megakadályozza ezt, a német közeg, a német, náci Németország elítéli a modern művészetet, publikusan kigúnyolja, betiltják az intézményeiket, Matthias Deutsch is elszigetelődik a fasizálódott közéletben, és aztán amikor visszajön, akkor egy olyan utópista modernizmussal jön vissza, ami most érek vissza, megint csak úgy inspirálódik a környezetéből, hogy ugyanakkor teljes mértékben univerzális. Tehát a Matthias Deutschnak az absztrakt képei azokat a brassói táj inspirálta. Most ezeket a képeket a Brassó környéki a gazdálkodók inspirálták. Ugyanakkor meg, hogyha megnézzük, hogy ez a kép mit ábrázol, azt látjuk, hogy a leghátul ugye van egy alak,
Előtte van egy zöld lámpás szemafor, ami azt jelenti, hogy zöld fényt kapott a történelemtől. Ez a figura, aki maga mögött hagyta a piramisokat és jön felénk. Tehát, hogy ez az emberiségnek a történelme, ez az emberiségnek a sorsa, az, amit hát ugye a szívén hord a művész. Hogy a művészetet magát hidegháborús fegyverként kezdték használni a II. Világháború után, és kialakult ez az erős konfliktus egyrészt a szocialista kánon, a szocialista realizmus és az amerikai absztrakt művészet, vagyis a modernizmus vég konklúziójaként az absztrakt expresszionizmus között. Így valójában az a fajta ideológiai szűrő, ami ennek a, hogy mondjam, egy ilyen történelmi végkifejletnek a következményeként alkalmazva volt, akarva, akaratlanul a Matisse-Deutsch feldolgozásában, gyakorlatilag megakadályozta azt, hogy érthetővé válhasson a művész. Tehát szerintem nem lehet Matisse-Deutschot megérteni akkor, hogyha csak az absztrakt periódusát tekintjük. Matisse-Deutschot úgy lehet megérteni, hogyha kiegészítjük azt a nagyon erős művészeti programot, amit ő nagyon korán elkezdett és amit hősiesen vitt a szocializmus intézményesedése alatt is. Ő a korának is a dokumentuma, de nem csak úgy, hogy az ő művészete nem csak úgy, hogy illusztrálja a korát, hanem aktívan részes ennek. Ugyanakkor meg a fogadtatása maga is beleíródik egy történelembe, amiben nagy erők feszülnek, és ezek sok esetben odáig is eljutnak, hogy felülírják a szerzői autonómiáját. Mikó Szilárd kutatása inspirálta a kiállítás kurátorát, Mircea Nicolae újságírót, aki fő feladatának tekinti a köztudatban keveset emlegetett művészek bemutatását is. Ce vă impresionează cel mai mult în arta lui Matisse-Deutsch? Omul. Cel mai mult mă impresionează omul. Omul Matisse-Deutsch e cineva care nu cred că și-a învins timpul, dar în mod sigur a încercat. Și a încercat asta cu mijloacele artei și a plătit foarte scump. Și dau doar două exemple. Între 1939 și 1944, germanii și maghiarii din Brașov l-au declarat străin de specie și au scris asta într-un ziar din Brașov, pentru că acolo era fascism în această perioadă. Și el nu a mai ieșit din casă în acea perioadă și s-a izolat în casa mamei lui, într-o cameră, înconjurat de picturile lui, lucru care este totuși dramatic pentru un cetățean și pentru un personaj care aparține de o etnie sau de o comunitate. E un blam greu de purtat. Ce m-a mai impresionat este la 50 de ani cariera lui de artist se rupe când el este efectiv un personaj plin de succes și a trăit o viață împlinită ca și artist european. Și până la 75 de ani, în cu totul altă lume, participă sincer la construcția instituțională chiar a UAP-ului. El face primul sindicat al artelor frumoase din Brașov, care devine apoi UAP în 1950. Deci ce mă impresionează este efectiv faptul că nu renunță, în ciuda faptului că condițiile îi spun că efectiv nu are ce să caute.
A kiállítás megnyitón jelen volt Matisse Tarcs János unokája is, akinek saját bevallása szerint kevés emléke van a közel 60 évvel ezelőtt meghalt nagyapjáról. Hát arról mesélni nem nagyon tudok, de azt tudom, hogy szívvel, lélekkel dolgozott. Egészen az utolsó napjaig. Az október 25-ig látogatható tárlat alkotásait magyarországi és hazai múzeumok kölcsönözték. Reisz Gábor második játékfilmje, a Rossz versek, idén a már meglévő külföldi díjak mellé 4 magyar filmdíjat is nyert. A filmvégjáték ugyancsak idén bekerült az Európai Filmdíjak 46-os nagyjátékfilm válogatásába. A végjátékot ugyanaz a csapat készítette, mint Gábor első filmjét, a Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan címűt, a zenét is ők jegyzik. Az önéletrajzi ihletésű film rendezőjével és főszereplőjével a bukaresti bemutató után beszélgetett Kacso Edit. Nagy szeretettel köszöntelek, Gábor, újból a Magyar Adásban. Azzal kezdtem ma reggel, hogy visszanéztem az ezelőtt 5 évvel készült beszélgetésünket, és ott volt egy olyan mondat, hogy ugye Áronról beszélgettünk, meg a főiskolai évekről, hogy egymásnak játszottatok, ugye? És mondtad, hogy hát te nagyon ritkán szerepeltél, mert nagyon rossz színész vagy. És akkor tessék, itt vagy ebben a filmben. Ez eszembe jutott, mert szerintem egyébként nem csak ott kérdeztek meg arról, hogy akkor én szoktam-e szerepelni, mert hogy ő mint filmrendező végül szereplő lett, vagy főszereplő, és biztos, hogy mindenütt elmagyaráztam, hogy kizárt, hogy én szerepeljek, mert annyira frusztrált vagyok a kamera előtt, hogy ezt nem tudnám leküzdeni. Aztán hát így alakult. Jó, hát az is volt, hogy akkor milyen filmet csinálok, és tök más filmről meséltem kezdetben, aztán végül ez lett. Ugye a filmben, ebben a második filmben, a Rossz versekben vannak profi színészek, de vannak megint csak amatőrök. Ki hogy viszonyult ahhoz, mikor kiderült, hogy mégiscsak te leszel te? Hát a barátaim, ők nyeltek egy jó nagyot, mert hát az a helyzet, hogy ismerik ezt a félelmemet, meg tehát nem társaságon belül se vagyok egy ilyen nagyon központi exhibicionista típus. Úgyhogy bennük biztos, hogy volt kétség. A színészek, akik már benne voltak a gárdában, akkor ők örültek neki. Tehát ők azt mondták, hogy fú, ez tök érdekes lesz így. Persze biztos vagyok benne, hogy azért kellett az a próba folyamat, mert végigcsináltunk még, amikor ez felvetődött, akkor ezután még végigpróbáltuk az összes szereplővel az én jeleneteimet. Tehát az apával, a Katicával, aki a Csákannát játsza, szóval én magamban is egy csomó kétség volt ezzel kapcsolatban, miközben belül éreztem valamit, hogy ez izgalmas lehet így. De a legnehezebb egyébként a legközelebbi alkotótársam, a Berkes Júli, aki a producere ennek a filmnek is, és a korábbinak is, és mindennek, amit csináltam. Hát ő volt az, aki legjobban ki volt akadva, hisz ő azt mondta, hogy nem veszítheti el a rendezőjét. Mert azokban a jelenetekben gyakorlatilag ő nem fog tudni úgy kommunikálni vele, mint rendező, hisz ott leszek bent a szett közepén. Igen, ő pont a verkfilmben mondta, hogy hát ennek a filmnek soha nem lesz vége, hogyha azért, mert te vagy a főszereplője. Igen. Nekem van egy ilyen... Minden munka folyamattal kapcsolatban eléggé nehezen fejezem be a dolgokat. Tehát a vágás is nagyon nehezen találom meg a végét, de a forgatásnál is még pótforgatás, még mi lenne, hogyha ezt megcsinálnánk. És ez úgy meg a próbáknál is, ami korábban van, és az írásnál is. Szóval ez így végigkísér, ez a,
ez a vergődés, hogy akkor hogyan is kéne befejezni. Miközben van a fejemben egy pont, hogy mit szeretnék a végére, csak nagyon sokat változik közben, és nehéz megtalálni a megfelelő illeszkedési pontokat. A Vannál ugye beszéltük akkor, hogy nagyon sok improvizáció volt, illetve nagyon sokat próbáltatok minden egyes jelenetnél. Ez ugyanígy volt itt is a Rossz verseknél? Igen, igen. Hát tulajdonképpen ugyanaz a próba folyamat ment le itt is, azzal a különbséggel, hogy én voltam ott, úgyhogy szükségem volt mindenképp társakra, akik egyrésztről felvették a próbát, másrésztről segítettek, hogy ők hogyan látják, azért volt mindig egy kontroll. Nekem a filmben szinte minden jelenet vagy szituáció él magában, és mégis egyben is nagyon-nagyon szép. Hogy lehet megírni egy ilyen? Tehát a Vant úgy jobban el tudom képzelni, leírni is, mint ezt. Hát a folyamata az úgy indult, hogy én először próbáltam visszakeresni azt az emléket, amikor elkezdett érdekelni az, hogy írjak valamit, hogy verset írjak, vagy bármit leírjak, hogy meg az a motiváció hol születik meg az emberben, hogy megfogalmazzon valamit. És ez nyilván gyerekkorban kezd el kialakulni, és én visszamentem az időbe. Ez még egy másik fajta filmhez kellett, ez az egész. Uh-huh. Valójában egy ilyen előtanulmány lett volna, és elkezdtem írni ezeket a gyerekkori emlékeket, és aztán rájöttem, hogy egyrésztről nagyon élvezem ezt a múltban vájkálást, és hogy egyik dologról a másik jut eszembe, és elkezdtem kószálni a múlt és a múltabb között, és ebből alakult ki a szerkezete a filmnek. Aztán, amikor már igazából ilyen történeti egységeket kellett találni, akkor azért megtörtént az, ami amúgy a Vannál is történt egyszer-kétszer, hogy ilyen cetliket raktunk ki, tehát hogy a jeleneteknek voltak ilyen egy cetlibe megfogalmazva, és azokat így cserélgettük, és gondolkoztunk, hogy dramaturgiailag az egész hogyan tud a legjobban működni. Az világos volt, hogy ez nem egy olyan film, aminek van egy teljesen tiszta története, egy konfliktus, ami meg van fogalmazva az első 10 percben tisztán, és aztán a főhős elindul, hogy megoldja ezt. Szóval, hogy ez már csak azért sem, mert nem egy kronológikusan elmesélt történet, ez valami más. És én azt a fajta, amit az előbb meséltem, azt az élményt, hogy milyen az emlékekbe így tobzódni, és egyikből a másikba ugrálni, ezt a fajta, hát én flow élménynek mondom, mert tényleg olyan volt, hogy csak így végig rohant az egész bennem, hogy ezt vajon meg tudjuk-e úgy csinálni, hogy a néző is így érez, hogy egy ilyen érzelmi energiabomba így végig fut benne. Na most ugye a Vantban leginkább a térrel játszottatok, itt viszont időjáték volt rendesen, és nagyon elgondolkoztam azon, hogy hogyan változnak az emlékek, mert ugye nekem is például van olyan történetem, hogy meg vagyok győződve, hogy az úgy volt, mint ahogy ugye kiderül, szóval hogy a barátoddal is, hogy hát te verted a barátodat, viszont ő azt mondja, hogy ő nem. Uh-huh. Emlékszik ilyenre. És akkor, hogy te ellenőriztél le ezekből? Szóval, vagy hogy volt az, hogy vagy az, ami megvolt már neked rég, az úgy is maradt? Volt egy ilyen emlékem ezzel kapcsolatban, hogy én mondtam egy ismerősömnek, nem tudom hány éve, 5-6 éve, hogy amúgy én vertelek, és ő pedig azt mondta, hogy dehogy vertél. Ez megtörtént, ez a dolog, és ez elindított egy ilyen gondolatot, hogy te érdekes, hogy az ember próbál a jóra emlékezni, a rosszat az pedig inkább úgy elsöpri, de közben vicces, mert az a rossz, az igenis szerintem nagyon sokszor tudat alatt irányítja az embert, de az egész emlékezéshez való viszonyulásom az a film írása alatt alakult ki, hogy mennyi fajta emlékezés van, mennyi fajta játékosság lehet ebbe a dologba, hisz többféle módon látjuk a dolgokat személyenként, és többféle módon látjuk különböző időpontokban. Tehát biztos vagyok benne, hogy
hogy egy emlék az az emberben folyamatosan alakul óráról órára, tehát nem ugyanúgy emlékszik, és emiatt aztán az, hogy mi is az igazság, az teljesen elvész néha. Tehát én azt szoktam mondani, hogy mert gyakran, hogy akkor ez egy önéletrajz ikletésű film, hisz az emlékeimet dolgozzuk fel, hogy igen, de maga ez a film is arról szól, hogy minden emlék fikció. Uh-huh. És hát ez egy történetmesélő fikciós film, úgyhogy természetesen akármennyire dolgozzuk fel az emlékeket, ott is, ahol nagyon törekedtünk arra, hogy pontosan azt csináljuk, ott is beleszólt a dramaturgia, úgyhogy persze fikció. Basszus, nem. Jó, elkezdtem valahol, aztán valami lesz. Régen minden jobb volt. Vagyis azt hiszem, hogy boldog voltam. Olyan folyamatosan múlik el minden. Vigyázz magadra. Nem ez volt a terv. Nem, ez így túlzás. Mi hiányzik neked, Tamás? Folyamatosan szerelmes akartam lenni. Mi a művész? Nem ütötte be a fejét? Nem drogozol, ugye? Te eleget alszol? Figyelj már, fiam! Merner Tamás! De vagy baszva? Szűz vagy? Egyes! Ki vagy? Merner! Meg tudod azt mondani, mit kell érezni akkor, amikor az ember ráébred arra, hogy szerelmes? Fiam, neked erről nincs semmi véleményed, csak ülsz ott és nézel. Rendes szerkesztőség örömre szolgálna a két-három költeményemet. Írd le! A film fővonala mégiscsak ugye a szakítás, és aztán az önmagad keresése és megoldása. Viszont nekem még egy nagyon hangsúlyos téma van ott, a nagynéni. Tehát az egy olyan nagyon szép vonal volt, és annyira meg el tudom képzelni, meg hát én is átéltem, hogy milyen az, amikor elveszítesz kamaszkorban egy olyan felnőttet, aki teljesen más, mint a szüleid, mert hát más a kapcsolatod velük. Igen. Ez egy olyan mélypontja volt az én ilyen, nem tudom, lelki fejlődésemnek, amin egyébként pár évet tettem túl magamat rajta, szóval én se tudtam, hogy ennyire még benne van a hétköznapokban, és hogyha bármi jó vagy rossz történik, akkor mindig hozzá kapcsoltam, hogy de kár, hogy most ezt nem tudom elmondani. Szóval egy nagyon komoly, lezáratlan gyász maradt ott, és ezt azt hiszem, hogy az utóbbi időben tudtam igazából feldolgozni. És furcsa is lett volna, hogyha ez kimarad. Tehát nagyon, nagyon meghatározó és fontos a karakter szempontjából is. Ez most karaktert mondok, ami részben én vagyok, részben azért ez egy szereplő, de igen. Van egy csomó filmes utalás ebben a filmben, filmes vagy televíziós sorozat. Én kimondottan nagyon élveztem ezeket. Nem tudom, hogy a külföldi nézők vajon mit értenek. Jó, hát a Fargo-t lehet, hogy éppen. Aha. De hát ugye ott van a Sátántangónak is a plakátja, meg mindenféle ilyen. Ezek hogy jöttek be? Hát a külföldiek egyrésztről nyilván kevesebbet értenek a szomszédokos omásból konkrétan semmit, de az a vicc, hogy kíváncsi voltam Torinóba például, hogy ott mi van, ott voltam bent a vetítésen akkor, mert általában nem ülök be a vetítésre, és ott beültem, és volt kacaj. Aztán lehet, hogy valami torinói magyar volt, de hogy vették valahogy azt a dolgot, nyilván a fával kapcsolatos, karácsonyfával kapcsolatos dolgokat vették. Hát úgy jöttek, hogy adott egy főszereplő, aki állandóan az önkifejezés formáit keresi, és valahol a végén
a filmben érez ez véget, hisz reklámfilmes lesz, de vannak finom célzások, az eredeti forgatókönyvben több is volt, aztán kicsit ezt csonkítottuk, de hogy őt valahol ez a mozgókép dolog nagyon érdekli, és hát én bennem van egy csomó olyan, hogy gyakran az emlékeim azok filmszerűen raktározódnak el. Uh-huh. Tehát valami filmhez kötöm a dolgot, és úgy jelenik meg. És volt pár az íráskor, amit én beleírtam, de mondjuk úgy talán a fele, talán kicsit több, de a másik háromnegyedét, vagy ezt hogy számoltam ki, tehát a másik egy harmadát mondjuk, hogy nagyon jó matekos is vagyok. Szóval a másik részét azt a stábban találtuk ki, az operatőrökkel, a látványtervezővel összeültünk, és folyamatosan ilyen asszociációkat kerestünk. És azzal mindenképp akartunk játszani, hogy a háttérben, vagy akárhonnan ez miért ugrott be neki, mert ez is egy ilyen, kicsit ilyen asszociatív dolog, ilyen álomszerű, hogy nem egy okokozati kapcsolódás van a két dolog között, hanem egyszerűen csak úgy ott van, mert valami miatt az úgy beragadt az agyába. Engem például ugye egyáltalán nem zavart az, hogy a szüleid azok mindig ugyanúgy néznek ki, mindegy, hogy te hány éves vagy. Viszont annak kifejezetten örültem, hogy a különböző technikák, filmezési technikák használatának, mert ez azért valahogy úgy oda vitt engem a korba. Meg hát a zenék használata, ugye, nagyon vagánya, tehát a Gyöngyhajú lány az teljesen, tehát örülhetnének ők maguk is, hogy lett egy ilyen a Gyöngyhajú lányból. Ezekkel a technikákkal így egyébként ez nehezített a film persze, elkészítésénél? Persze, nagyon-nagyon-nagyon. Alapvetően az operatőrök azt hiszem, hogy 6 különböző technikára forgattunk, ez az ő előkészítésüket, a világítást, a stáb összetételt is meghatározta. Még a színészi játékot is, hisz amikor az embernek van pár tekercs 35-ösen, mert nem, tehát amikor mi analóg filmre forgattunk, akkor azért nem az volt, hogy csak úgy forgott a kamera, mint azért néha a digitális technikánál, hogy elindul a felvétel, de még egy kis minkorrekció, jó, azért most már ne álljunk le, hanem ott az volt, hogy a terségtől az ennyiig forgott a kamera, tehát úgyhogy nehéz volt erre készülni, de azért az operatőr az mindig egy picit ilyen technokrata ember is, és nekik ez hogy ennyi technikával forgathatunk, ez egy nagyon nagy élmény volt. Tehát ez meg hát nagyon ritkán forgat az ember már 35-re és 16-ra, és ők ezt nagyon élvezték. Az első filmedben is ugye teljesen úgy tűnt, hogy ez egy baráti, kisközösségi, kevés pénzből készült film, és ez adott neki egy bájt. Mm. Itt már látszik, hogy többen vannak, mégis a hangulata ugyanaz nekem. Tehát ugyanaz, mintha csak öt embert látnék, ott pedig biztos vannak néha százan is. Voltak néha százan is. Az van, hogy a jelen időt az szinte teljesen ugyanolyan módon forgattuk, mint a Vant. Azt ilyen 6-7 fős táv forgatta, Párizsban is 8-an vagy 10-en voltunk összesen, mondjuk plusz a francia stáb, akik segítettek, volt amikor többen, de a nagyobb forgatásoknál az nekem az egy ilyen nagy kihívás volt, meg neked nem forgattam soha ilyen méretű jeleneteket. Attól szóval... Hát de azért is, mert hogy szereplő is voltál? Vagyis nem. Amikor én szerepeltem, akkor azért kevesebben voltak általában. Nem, a múltban játszódó jeleneteknél volt egy csomó olyan, amire így mondtam is, hogy úristen, ez hogy lesz, hogy ennyi embert, hogy lehet koordinálni. Egyrészt nagyon-nagyon jó volt a stáb, fantasztikus asszisztensünk volt, és egy nagyon komoly előkészítés volt, ami miatt nem volt az a feszültség, amit lehet, hogy néha, amikor ilyen nagyobb forgatások vannak, érezni lehet. Szóval eléggé családias hangulatú volt az egész, akkor is, amikor sokan voltunk. Azért az első forgatási nap, az pont a szomszédokos jelenet volt, de nagyon sokan voltunk ott.
tehát életemben nem voltam még ilyen forgatáson. Én nem jártam régen, tehát nagyon sok filmes úgy kezdi a pályát, hogy mint ilyen kávéhordó bekerül egy forgatásra. Nekem ez kimaradt egyszerűen, mert nem mertem soha oda menni senkihez, hogy hello, jöhetek-e bármi. Állás hirdetésekben ezt nem nagyon szokták feladni, hogy izé filmet forgattunk, és nem tudom, milyen asszisztenseket keresnek. Szóval ez nekem nem jött össze akkor, amikor elkezdett érdekelni a film, és én nem tudom, egy-két forgatáson voltam olyanban, ahol nem én voltam a filmrendező. És amikor megérkeztem az első nap, akkor tényleg azt hittem, hogy van egy másik forgatás is mellettünk, hisz mit keres itt ez a sok ember? Tehát kétszer annyi volt, mint amire számítottam. Úgyhogy az félelmetes volt, de aztán már második nap ez egyáltalán nem zavart. Hajdú Szabolcsra még egy kicsit visszatérnék, mert hát ugye ő a ének és testnevelés tanár szerepét játsza, és hát ugye neked komoly testnevelési múltad van, hát vízilabdáztál, meg azt is végezted. Szabolcs, hogy került be a filmbe? Ugyancsak baráti alapon? Inkább baráti alapon. Egyrésztről nagyon szeretem, ahogy ő játszik, ahogy ő rendez. Tehát én nagy rajongója vagyok az Ernelláéknak, meg a Szabolcsban van egy olyan hogy is mondjam, ilyen misszió a filmmel kapcsolatban, ami nekem nagyon szimpatikus. És tehát ő ilyen, úgy mondanám, megint csak egy furcsa kifejezés, ilyen hithű filmes. És jó a Szabolcs közelében lenni bármilyen módon. Jóba is vagyunk, és volt ez a szerep, ami egyszerre ének, zene és testnevelés, és hát ez kicsit össze van gyúrva az én testnevelés és egyéb énekkari próbálkozásaimmal. Tehát, hogy ebben van ennyi fikció, de speciális a jelent az, hogy én énekkarra próbálok bekerülni, de valójában csak tetszik egy lány, ez megtörtént. De szerintem azért ugrott be egyébként, szerintem azért, mert róla simán elhiszem, mert már csak azért is, mert szertornázott, hogy ő testnevelő tanár. Valahogy így jött az ötlet. Nagyon sok esetben segítettek a Barcskat, aki a castingot szervezte, tehát kaptam egy csomószor ötleteket, de ebben az esetben ez az én ötletem volt. Ugye te tanítottál is egy évet iskolában, amiután elvégezted a testnevelését. Azt nem ment valamiért, gondolom, vagy hát nem szeretted, viszont... Nagyon jól ment. Viszont filmet tudnál tanítani? Hú, nem tudom. Nem szeretnél? Amikor valaki ír nekem, vagy megkeres, akkor szoktam segíteni, hogyha van időm, és szeretek is tanácsokat adni. Nem tudom, hogy képes lennék-e rá, mert amikor, tehát hogy a tesinél ez a tanári dolog, ez annyira egyértelmű volt, hogy tudom, hogy milyen az, amikor valaki tovább akarja adni a tudást, de hogy ez nem én vagyok ott. Ez így tökre megfogalmazódott bennem, hogy milyen lehet a jó tanár, hogy mit érezhet. De éreztem, hogy ez itt üres ez a rész bennem. Nem tudom, hogy a film, nem volt, olyan próbálkozások voltak, hogy pont Kolozsváron tartottam előadást, és azt élveztem, de azért elég rendhagyó volt. Minket az Enyedi Ildikó tanított, és ő nagyon ritkán mesélt magáról, és az például egy ilyen szimpatikus, mert biztos, hogy érdekli a fiatal filmeseket az, hogy ki hogyan dolgozik, de az csak az egy irány, és nem szabad feltétlenül mindenkinek ugyanúgy gondolkodni, ez tök nehéz. Szerintem az Ildikó azt csinálta, nagyon sokfajta filmest hívott, az egész sima osztály volt nálunk egy-egy kurzus erejéig, és hogy minél több fajta receptes könyv kerül elő, az a jó szerintem. És akkor a zenélésed, a zenekar, az is az énekkaros múltodra vezet? Nem, vagy az már sokkal későbbi történet? Hát annyiban nem, hogy a gimnáziumban szerintem nagyon sok emberben megfogalmazódik, aki egyáltalán nem az, hogy tud gitáron játszani, hanem már ránézett valaha egy gitára, hogy mi lenne, ha.
játszana rajta másoknak. És, a csajozás sos ebbe is benne van, ugye? Abszolút. Ez teljesen, szerintem aki tínédzserkorban elkezd zenélni, szóval ezt kimerem jelenteni, az kizár dolog, hogy azért kezd el zenélni, mert fú, de érdekli ez a hangulat, vagy bármi ebből, egyszerűen szerintem csajozni akar. Csak aztán, amikor ott van a nő, akkor valahogyan mégiscsak meg kell fogalmazni ezt a dolgot abból a zenéből, és bennem speciál az volt, nagyon sokan úgy kezdenek el zenélni, hogy megtanulnak dalokat, megtanulják ilyen alapdal, a Stairway to Heaven, meg az én időmben, a 90-esben abszolút ez a Nirvana őrület volt, és én ezt kevésbé tanultam én is egy párat, de engem az érdekelt, hogy amikor megtanultam két akkordot, hogyan lehet saját számot írni. Mm. És akkor mindenféle borzasztó, ilyen alternatív hangulatú, meg nagyon erős punk hatású dalokat próbáltam írni, amivel nagy lázadó akartam lenni, talán még az is voltam néha, és aztán ez így, amikor már egyetemre jártam, akkor ez így véget ért, de közben ott volt a gitár mindig, és amikor a filmművészetén megcsináltam az első ilyen kis játékfilmet, akkor is, és korábban is, előtte, amikor kisfilmet csináltam, akkor én írtam a zenét. Nagyon egyszerű, tehát hogy nem tanultam se zeneírást, se gitározni nem tanultam soha, tehát ez abszolút a mai napig zavar, hogy nagyon sok minden technikailag nem tudok, de közben azért valamennyit fejlődtem, meg amikor már a Vannak a zenéjét csináltuk, akkor a Csorba Lócival megismerkedve, ővele ez a kommunikáció kialakult, és aztán amikor zenekarunk lett, akkor a többiekkel itt a Rossz verseknél már sokkal, de sokkal, szóval olyan zenei kihívások voltak ebben, amiket azért mi se tudtunk, hogy fogunk megcsinálni, csak annyi volt, hogy mondtam a Billentyűsnek, a Kálmán Andrásnak, akivel azért legfőképp így együtt dolgoztunk, de még ott volt a Lóci, meg a Koroknai András. Amikor Kálmának mondtam, és hát ez is itt klasszikus zene lesz. És akkor nem az volt, hogy úristen, ne szórakozz, hanem júj, de jó! Ez volt a reakció, hogy hú, de jó, ez akkor hogy fogjuk megcsinálni, azt nem tudom. És aztán elkezdtünk dolgozni, először számítógépen írtuk meg, aztán elkezdtünk kommunikálni, hogy hogyan lehetne ezt nagy zenekarral felvenni. Persze anyagi problémák végig voltak, de valahogyan megoldottuk. Úgyhogy nagyon sok olyan zene van a filmben, ami egyszerűen egy akkora kihívás volt, mert különbözőek, tehát hogy ez tök fontos volt, hogy még a Vanban végig akusztikus, gitáros, füttyes taps van, itt, ahogyan a film is eklektikus, több stílusú, a zenének is több stílusúnak kell lennie, hogy kövesse azt a világot, amiben pont benne vagyunk. De közben két melódia az, ami hallható az egész filmben, csak az így kicsit meg van buherálva. Játszom a hülyét, berülök-e benne, mert egy meghasadt elme szép is lehetne, de hidd el, nem az. Nincsen tavasz, csak úgy, hogyha elhagysz. Csak vágta és álmom, de senkit nem bántom. Csak jövök és megyek, a múltat sem leszek. Mindig ez, ez a kiszámítható, ez a múlandó szar. Ez a kiszámítható, ez a múlandó szar. Én hagyom, hogy neves, többet, mint lehet. Hagyom, hogy hagyjál, hogy mással járjál. Varjálgatom, a szívemből hányok, mert ez nem olyan, és az sem ilyen, de így is érzem. Fáj és éget, mindig ez a kiszámítható, múlandó szar. Mindig ez a kiszámítható, múlandó szar.
A végén majd megtanulom, a végén meg simogatom, a végén mindent lehet, mert nincsenek elzárt szívek. A végén elmondom majd, a végén úgy is nyerek, a végén elengedlek, és akkor leszek vele, mikor a végén az se szar. Ha ez kiszámítható, még mindig tart. Az érdekel engem, hogy a szűk környezeted, rokonság, vagy azok a barátok, akik nem szerepelnek a filmben, azok miután megnézték a filmet, akkor mit mondtak neked, vagy milyen beszélgetések zajlottak, akár kocsmai asztalnál, akár otthon egy családi asztal mellett? Tehát, hogy na igen, Gábor, végre hát még értünk valamit belőled, vagy még láttunk valamit, amit eddig nem, vagy hogy? Két dolog jutott eszembe erről. Az édesapám a Van után, hogy jól van, de most már azért a következő filmnél nem kéne kiteregetni a szennyest. Hát ezek után nem teljesen ez lett. És azóta az van, hogyha mondjuk ilyen vasárnapi ebédnél átmegyek hozzájuk, és ott megy a klasszikus jelenet, ilyen kisebb-nagyobb viták, hát ilyen, kicsit ilyen olasz családos, akkor így egyszer csak így rám néz az apám, figyelj már, ne csinálj, itt a gyerek most írja, ezzel szokott. A barátaim, de persze, tehát ők nagyon büszkék, meg nagyon-nagyon meg voltak hatódva, meg örülnek ennek az egésznek. A barátaim esetében persze van ez a, én miért maradtam ki? Mondtam azért, mert nem lehet minden benne, meg hát van egy dramaturgia, de örül mindenki ennek az egésznek. A barátaim jobban értik ezt a filmet, akik jól ismernek, ők jobban értik ezt a filmet, mint a Vant. Mert annyi sok mindent ismernek, és nekik egy igazából tényleg olyan, mint egy ilyen utazás az emlékekbe. És van a korosztályok, a különböző korosztályok, hogy mert én ugye, hát én nagyobb vagyok jóval, mint te, de nagyon szeretem ezt. A Vant is szerettem, viszont ez tényleg sokkal közelebb áll hozzám. És akkor ugye elképzelem mondjuk a tinédzsereket, kamaszokat, akik hát igazából a 90-es évek elejéről nem tudom mennyi fogalmuk lehet. Tehát van valamilyen ilyen visszajelzések alapján? Én azt vettem észre, hogy ami meglepett annó nagyon, hogy van valamit, nagyon sok 18-20 év körüli szerette. Ez a rossz verseknél kevésbé vannak, de kevésbé. Tehát én ezt abból, tényleg csak abból tudom lemérni, hogy vannak ezek a koncertjeink a zenekarra, és a Vannál tényleg az átlag életkor az ilyen 21 volt körülbelül. Miközben akkor én már 30-on bőven túl voltam, jó, a főszereplő 29 volt, tehát hogy azt gondoltam, hogy mindig közelebb leszünk ahhoz a korhoz, amiben a főszereplő van, de
kevésbé történt így. A rossz verseknél meg nagyon vegyes. Tehát, hogy ott szerintem kevésbé a 18-20 körüliek, hanem inkább 30-asok. És idősebbek azok, akiknek van megfogalmazható emlékük talán a rendszerváltásról. Tehát hisz, aki most, nem tudom, 25 éves, annak azért kevésbé hiszem, hogy a 90-es évek annyira erősen megvan. Ez jó, hogy említetted a rendszerváltást, mert szerintem ez a film arról is szól nagyban. És egy kicsit eszembe jutott a Török Feri filmjeit. Azoknak volt még egy ilyen örömes, kacagós, de van mindig azért valahol ugye egy kis dráma is, vagy egy kis mélyebb elgondolkozás, de egy olyan örömfilmek voltak azok is számomra. Vicces, mert nem maradt benne, de volt egy snit, ami meg a Moszkva térnek az omása volt, egyetlen snit erejéig. Nem tudom, én speciál tök rég láttam a Moszkva teret, nem sűrűn nézek újra régi filmeket. Nem azért, mert nem szeretném, csak benne mindig az van, hogy annyi sok új film van, úgyhogy mindig az újakat próbálom nézni. De hát nyilván nagyon szerettem azt is. A 5 évvel ezelőtti beszélgetésünkben úgy fejeztük be, hogy kérdeztem, hogy akkor miből élsz, és hogy akkor hogy van, és azt mondtad, hogy emlékszel? Vagy idézem? Jó, oké. Azt mondtad, hogy addig, amíg van egy fedő a fejed fölött, és van amit enni, és lehet filmet csinálni, semmi nem számít. Igen, ugyanez van 2019-ben ugyanez, is? Tök ugyanez van. Azt gondoltam, hogy ez máshogy lesz, de nem, tök ugyanez van. Nem baj. Én jól vagyok így. Volt egy-két olyan fordulópont az életemben, amikor azt hittem, hogy ja, hát de hát majd ez így, az ember így építkezik. Tehát, hogy valahogy, ha elmegy egy multiba dolgozni valaki, akkor folyamatosan másfél évente, vagy két évente így megvannak a lépések, hogy hogyan a ranglétrán felfele. Én semmi különösen nem vettem észre speciál ilyen szempontból az életemben, de közben meg tényleg az van, hogy megvannak a barátaim, a családom, azt csinálom, amit szeretek, úgyhogy a panaszkodásnak akkor sincs itt helye, hogyha néha vannak problémák a pénztárnál, amikor ki kell fizetni valamit. Gábor, én nagyon köszönöm neked, hogy eljöttél megint, és tényleg annyira, de annyira szurkolok neked, meg az egész csapatodnak, családodnak, barátaidnak, hogy továbbra is támogassanak, mert még akarunk látni ilyeneket. Nagyon köszönöm, hogy így mondtad, mert amit én csinálok, az egy dolog, de amit ők csinálnak, és ez tényleg beletartozik a család meg a barátok, az a, szerintem a nagyobbik dolog, csak egy olyan rendszerbe élünk, hogy a rendező az kicsit így megtestesíti az egészet, ezért van az a kifejezés, hogy ez az én filmem, miközben ez az ő filmjük is, de tökre örülök, hogy így mondtad. Köszönöm szépen még egyszer. Köszi. A nyáron több fesztiválon részt vettünk és táborban jártunk. Augusztus végén Hidegségbe mentünk, ahol 14. alkalommal szervezték meg a Gyimesi Csángó Túros Puliszka Fesztivált. Hangulatriportunkban bemutatunk néhány fontosabb történést. Szerkesztőségünk csapata idén is részt vett a Gyimesi Puliszka Fesztiválon, immár 6. alkalommal. Bár már 14. alkalommal szervezték meg, mostanra mi is főszereplői lettünk a rendezvénynek, a magyar adás neve már szorosan összefügg a Puliszka Fesztivállal.
A résztvevők, főzőcsapatok vagy látogatók minden év utolsó augusztusi napjaiban kimennek a hidegségi dombra, végigkóstolják a puliszkákat és aktívan részt vesznek a szerkesztőségünk által is rendezett versenyeken, szórakoztató eseményeken. A háromnapos rendezvény csúcspontja a puliszkafőző verseny volt, de idén sem maradtak el az előadások, koncertek, termékvásár, gyerekprogramok. Prezsmér Fülöp azokon is próbált segíteni, akik eddig csak ették a puliszkát, de még nem próbálkoztak megfőzni is azt. A tanfolyamán bemutatta, hogy melyek az igazi csángó túrós puliszka elkészítésének titkai. Az egyik alapanyag az a túró. Akkor mielőtt kezdünk főzni, akkor a turónak az elkészítését mondanám el, hogy ugye a Puliszka Fesztivál is elsőre azért volt kitalálva, hogy itt az itt élő emberek nyári időszakban fenn vannak a hegyeken az állataikkal. Nem olyan gazdaságok vannak, hogy ilyen 100, még több tehén, hanem 3-4 tehénével fenn van ott a hegyen, és annak a tejét ugye feldolgozza, és a sajtból készül a turó. Pulisztát az külön ugye meg kell főzni, és akkor majd rétegesen le fogjuk rakni. A legaljára az edénynek teszünk egy kicsi vajat, akkor jön rétegesen egy puliszka, egy túró, egy puliszka, és a végén még egy picit össze kell melegíteni. Nagyjából készen is van így a puliszka. Ez olyan, mint a tejbegrisz. Szép lassan kell szórni bele a lisztet, és ahogy keményedik, akkor abba kell adni. Hát a legjobb ugye úgy is mondjuk a puliszka liszt, de a darab minél darabosabb legyen. Az már nem jó, mint a buzaliszt olyan finom legyen az. Mifelénk úgy mondták az öregek, hogy pikaliszt. Enni könnyebb, mint főzni. Időben mennyi könnyű belőle? Amíg megfője? Igen. Hát kell neki egy negyed óra, 20 perc, miután kezd rotyogni, ugye? Jó, le kell váljon a kavarótól, az edény oldalától. Tavaly úgy jártunk, amikor elkezdett a kurzus, akkor mindenki arra számított, hogy szép, csinos asszonyok állnak el, egy imesi asszonyok puliszkát főzni, és megérkeztem én nagy szőrösen. Most, amikor 100 kilométerre jöttünk direkt ezért, ne csak a tévében lássuk. A teljes puliszka az. Igen, de így az is van, itt éltem, na, és akkor ugye került az aljába egy kicsi vaj, egy rend puliszka, és akkor jön a túló. De ez azért még degedett kicsit. Ez persze. Persze. Meg megmered, hogy mondjam. Óra alatt elhagyjuk, fűrésszel kezéjelzhetjük. Sokat kell főzni, miután a víz felfort, szép lassan kell szórni bele a lisztet és kavarni folyamatosan, amíg ilyen szép pépes lesz. Nem már készített. Hát én ha nem lesz olyan sós, azért akár milyen tiszta, amíg ott a jót megfejé, főleg mikor zuhog az eső. Megcsodálkozzanak, hogy olyan szép szürka vagy a jutúró. Mondani egy jobb hallgatok, hogy arrafelé nincsen. Nem tudtam, mi az orda. Ilyen nőt hallok, mi vagy? Mindenki tudja, mi az orda? Tudjuk, persze. De nem hiszem mindenki. Itt igen. Aki távol, azt mondja, hogy a feleségem. Az tartsatok meg, bombátlan legyek. Lesz itt, nyugodtan, nem kell izgulni. Hát még... Főzünk még egyet. Még holnap is van. Higgyék el, hol elfog. Szombat mindig a bulis nap. A színpadon sorra váltják egymást a különböző együttesek, énekesek, táncosok. Fellépők idén sem hiányoztak. Jó 20 év után Rigidál Gyula és Homonyi Sándor együtt koncertezik.
és ide zenekarokkal is eljöttek a 14. Csángó Túros Poliszka Fesztiválra. Nagy-nagy tapsal és légy-nagyobb szeretettel fogadjuk őket. Hiszem, a lelkünk egy rejtélyes hely, hisz nem tudjuk, hol van és mit rejtott benn, és hogy jut el hozzá a jel. Lehet kérdés vagy válasz, lehet igen vagy nem, de egyszer csak vízhangról el. Csak sejtem, hogy mit van, ha néha egy dam a lelkemben életre kell. Üzenem a távolból, valaki ma rá. De hogy furcsa kis képletek dönthessék el, hogy kell lesz, azt mégsem hiszem. Mert nincs is szebb annál, ha egy fiú s egy lány együtt a mennyekbe száll. Mi átéltük már, és most akárhol jár, a lelkem így hozzád talál. Üzenem a távolból, valaki ma rád gondol. Üzenem a távolból, téged szeretni jó, szeretni, szeretni jó. Nincs is szöbb ennél, mi elmondható. Szeretni téged, szeretni, szeretni jó. Ez a tömeg, ez mindent bebizonyított, majd érdemes, hogy mindig nem, színpadon nem, nem? A tömeg az akkor mondjuk úgy, hogy jó, és akkor értelmes, akkor dicséri meg az előadót, hogy az előadó olyan, ha érzi rajta, hogy adni akar, ha tudja róla, hogy azért jött ide, de ez, ilyenkor nem számítanak a kilométerek, mert vannak gondolatai, amelyeket sikerült megfogalmazni dalokban, és ezek a dalok jelentenek mindkettőknek valamit. Ilyen egyszerű megfogalmazás. Miért van az, hogy egy 45 évvel ezelőtt született dalnak is még mindig nagy hatása van? Pontosan azért, és ez nem csak egy-egy dalra vonatkozik, amit most mondok, hanem az adott szituációra, abban az időben, amikor mi úgymond cseperedtünk a saját erőnkből. Lépcsőfokonként értünk el apró, pici sikereket, mire elértünk, mondjuk, hogy szorban fogalmazva, néha országos sikert is. Az akkor készült dalok többsége a közönségnek, a közönségért készült. Tehát nem voltunk arra rákényszerítve, hogy a médiát kiszolgáljuk, mert a média fütyült ránk. Tehát volt köztünk mondjuk, hogy egy ki nem mondott közutálat viszony, amire mi fütyültünk, mert sokkal, de sokkal többet jelentett az, hogy az a közönség, amely utánuk jött, járt az országban egyik helyről, hol Sopronból, másnap hol Nyíregyházán,
ez az vagy dicsért, vagy pedig megdobált. Pontosan ezért élhettek meg, mert a mai közönség szerintem ugyanúgy érzi, hogy értük is, a mai közönségért is készültek akkor azok a dalok, amely ma ugyanolyan értelmet nyernek, egy-egy szituációban belegondolnak, és talán jelent a napokban valami kis gondolatot, jelenti azt, hogy felejtenek a rosszból valamit, mert ez a dal segít valamit. Azért nem semmi, hogy így egy koncert után rögtön így énekelnek valami ugye? Nem csak a koncert után, hanem végig a koncert alatt az összes dalt énekelték. Igen. Azért hidegségben, középajtán is hallottalak énekelni, és ott mindent tudtál középajtáról. Hidegségről mit tudsz? Hát ez a egyik legtávolabbi település Budapestről. Egyfelől. Tudom, hogy itt vitték a végeken az erdélyi magyarok az országot, és Európát egyben, mint ahogy most is, igaz? Igaz. Szerre nagyon sok év van hátad mögött egy koncertileg. Én már 30 éve járok Erdélybe, mikor először voltam, akkor ugyanilyen szeretettel fogadtak, és megfogadtam, míg élek, mindig jövök. Vasárnap a fúvósok költik a falut. Van, aki a főzőversenyre készül, van, aki a reggeli misére igyekszik. Pár sör mellett, hallgass meg a másikot, milyen elmei, tervei, álmai vannak. És mert te is elmondani a magadét. Egy ilyen találkozó, egy ilyen nap erre való. Ismerettségeket, barátságokat kössél. A barátoknak a barátját ismerd meg, mivel foglalkozik. Hogy van? Hol dolgozik talán a nagyvilágban? Milyen lehetőségek vannak itt? Aki el akar kezdeni barátkozni, szeretettel lenni a másikhoz. Aki kész megfogni a feléje nyújtott kezet, az álljon fel. Aki duzzogni akar, az üljön, maradjon a padba. Lássuk, hogy hány ember tudtam meggyőzni. Na, látom még a minisztrálsaim is felállt. A dombon az üstök a helyükre kerültek, a csapatok feliratkoztak és elfoglalták sátraikat. A versenyen 8 csapat mérte össze tudását és erejét. Bármennyire könnyűnek is tűnhet a puliszka elkészítése, a zsűrizésnél kiderült, hogy sok mindenre oda kell figyelni. Az ízek mellett jutalmazták a tálalást, a sátor díszítését, a főzőcsapat tagjainak hozzáállását. A Magyar Adás csapata nem csak főzött, a domba aljában gyimesi felvételeket vetítettünk, kvízversenyt szerveztünk, és amint már megszokhatták az utóbbi években, újra bekapcsoltuk a Puliszka rádiót. A sátrunk mellett működő fotomatánál bárki fényképezkedhetett az 50 éves születésnapját ünneplő Magyar Adás munkatársaival. Már a 6. éve vagyunk jelen a Magyar Adás csapata kiemelt médiapartnerként, mert Csili Párpád volt olyan kedves és meghívott bennünket. Köszönjük szépen így utólag is. Csili Párpád, a Patágyéros és Csángó Panziók tulajdonosa, a Túrós Puliszka Fesztivál megálmodója, immár 14. alkalommal. Árpi, mondd el nekünk, hogy 14. alkalommal mi újat nyújthat az embereknek egy Túrós Puliszka Fesztivál, vagy a Túrós Puliszka és a fesztivál úgy együtt mindig valami újat jelent. Szép jó napot mindenkinek, tiszteltek, köszöntök mindenkit. Hát én 14. alkalommal csak annyit tudok mondani, hogy újat, hogy 14 évvel idősebbek lettünk, de ugyanúgy vel a dombbal meg tudunk még küzdeni. Köszönjük szépen minden résztvevőt, minden csapatot, akik beneveztek, és remélem, hogy jövőben még több csapatot magunkkal tudunk vonzani, mert 15. évfordulónk lesz, és valami nagyobb puliszkát kell főzzünk, vagy valami okosat, de remélem, hogy a Magyar Adás is az idén az 50. puliszkáját megkőzni. Mikor egy bedel puliszka a dalítődnek, akkor annyi. Egy órás után akkor beledobjuk a lisztet, és azzal is kell legalább egy fél óra készüljön, a liszt kell főjön, majd utána fogjuk kevesni. Amikor megkavartuk,
akkor lesz készen a puliszka. Le kell rájön a tüst oldalára, az Málik elemény. Milyen nap vagy napokon van magyar adás a Román Televízió 1-es csatornáján? Hétfőn biztos? Sked is, nagyon ügyes vagy, valóban, köszönöm szépen. Nevezd meg 2 darab ismert arcot a Román Televízió magyar adásából, vagy adásától. Valahogy hová mentek, úristen? Igen, jó? Tehát nevezzem meg 2 ismert arcot a Román Televízió bukaresti magyar adásából. Nézzük csak! Szilágyi Ildikó, Győzs Erika, Simonfi Katalin, Tomcsányi Mária. Ez még több is volt a kettőért. Hát ez nem igaz, ez van az ember. Tudod, hogy van, hogyha észnél van, akkor észnél van, veszél a könyvet, leolvassa. Szilágyi Gödrédikónak külön örülök, köszönjük szépen. Hol, milyen honlapon, hát interneten ugye, érhető el a magyar adás? Tehát mi a magyar adás honlap vagy internetes címe? Hogyha önöknek van például szórólapjuk vagy valami hasonló, akkor ott a tetején írja, hogy hol, az egy másik dolog, hogy hol, de hogy mi az online internet címe, elérhetősége, honlap címe a magyar adásnak. Nagyon egyszerű, benne van a nevébe is, úgyhogy nézzük csak, készen állnak a válaszszal vajon? És vajon tudják is a választ? Biztos? El tudod mondani? Hadlám. Magyaradás.ro Magyaradás.ro, pontosan, nagyon ügyes vagy, köszönjük szépen. Rettegjetek, mert nagyon kemények vagyunk, hallod? Főleg a hölgyek. Ugye szépek vagy. Jó napot, adjon Isten. Te szépek vagytok, lányok. Férfiak, mert nem annyira. Hát a lányok. És a túrót az honnét vettétek? Bótból? Bótból? Nagy szeretettel üdvözöljük a zsűrit! Nagy reményeket fűzünk ennek a versenynek a betétársok közötti kimenetelére. De mindenek előtte pohár pálinkát kell inni, és utána beszélgetünk. És hamarabb egy nótán! Mennyire szívesen fogadtok majd az eredményhirdetés után. Ami lesz, az lesz. Egy jó nótát, ott is emelünk. Amíg elénekeljük, amivel szeretnénk. Egy nótával a zsűrit köszöntsük, és a pohár pálinkával. Mi vagyunk a naplócai kis csapat, mi csapat. Zsűrit dobunk, mellé főztünk magunknak, kis magunknak. Arra kérünk, még egymosan, mi azzám, trukkolunk, hogy szintben vezék a gardján, a gardján. A főzőverseny eredmény hirdetéséről egy csapat sem távozott üres kézzel. A fődíjak mellett külön díjakkal jutalmaztak a szervezők. A 14. Csángó Túros Puliszka Fesztivált a szomszéd falvak, a környező vidékek néptánc együtteseinek gálaműsora zárta. Jövőre jubileumi kiadás készül, érdemes augusztus végét bejegyezni a naptárakba. A jó programok, a jó hangulat és a finomabbnál finomabb puliszkák minden bizonnyal ott lesznek majd a hidegségi fesztiválon. Kedves nézőink, maradjunk még néhány perc erejéig a gyimesekben. 2014-ben a Magyar Adás egy különleges műsorral vett részt a Hidegségi Túros Puliszka Fesztiválon. A Gyimesek a TV-ben című összeállításunkból nézzünk meg most egy részletet, amelyben a Hargita Állami Székely Népi Együttes, valamint helyi hagyományőrzők gyimesi táncokat járnak.
Kedves nézőink, mai adásunk végéhez értünk. A Román Televízió egyes csatornáján legközelebb jövő hétfőn jelentkezünk. Addig is kedvükre válogathatnak korábbi riportjainkból a magyaradás.ro honlapon, illetve ajánlom figyelmükbe a Magyar Adás nevű Facebook oldalunkat is, ahol folyamatosan tudomást szerezhetnek legújabb műsorainkról. Köszönöm, hogy minket választottak, viszontlátásra! Haranglábak épített örökségünk mostoha gyerekei. A művészettörténészek nem érdeklődnek irántuk, mert ugyebár fából vannak, nem maradandó kőből, ráadásul nem rokoníthatók, hasonlíthatók semmivel. A Kárpát-medencén kívül nem épült ilyesmi. A legközelebbi hozzuk hasonló faépítmények még Kelet-Ázsiában találhatók. A néprajzosok is többnyire a vállukat vonogatják. Az egyházi építészet nem az őre szortjuk. Nagyon szerettük a szakmát. Nagyon szerettük azt a közösségi hangulatot, amit Bodor meghonosított, Bodor Pál, bocsánat, amit meghonosított a szerkesztőségben. Szóval családi hangulat volt, közösségi hangulat volt, segítettünk egymásnak, és nyugodtan számíthattunk egymásra bármilyen helyzetben, bármikor. Nos, hát nekem nagyjából ezeket jelentette a magyar adás, a magyar szerkesztőség.